Hello, sziasztok! Ahogyan a kormány Snovák Katalin folyamatosan beszél a Családvédelmi Akcióterv 2.0-ról, hogyan szeretnék a családokat megmenteni, úgy hoztam létre a saját kis listámat. Úgy gondoltam, itt az idő a Családvédelmi Akciótervre, Norbi Módra. Gyere, tartsál velem! sorban elmondom, mik azok a pontok, amiket így kieszeltem, hogyan lehetne szerintem a családokat ezen a vonalon haladva jobban megmenteni, mint ahogy most jelenleg csinálják, vagy próbálják csinálni. Na gyere, kezdjük az első pont. Az első pont alapvetően két részből áll, és az egyes része ahhoz nem, nem is kötődik, egyfajta pénz, az adófizetők pénzének a családokhoz való átpumpálása, tehát az a jó hírem, ha egyedülálló vagy, Neked se fog ez pénzbe kerülni. Mégpedig a babaváró hitellel kapcsolatos három hónapos szabály eltörlése. Tudnélik, jelenleg az a helyzet, hogyha te igényelsz egy babavárót, és három hónapon belül vennél egy lakást. Nyilván sokan egyébként a babavárót önerőnek használják fel, vagy annak egy részét. Tehát, ha te vennél egy lakást, akkor, és ez három hónapon belül történik a kettő, akkor gyakorlatilag van egy ilyen ökölszabály, hogy a az ingatlanok van egy hitelezhetősége, mondjuk 80%-os terhelhetőségnél, ez ugye mit tudom én, egy 30 millió ingatlannál 24 millió forint hitelt kaphatnál, de még abból kell 2,5 millió forintot levonni a babaváró miatt, így 24 helyet csak 22,5 millió forintot kaphatsz hitelbe. Ugye mondhatod, hogy de hát ez miért gond? Hát a babaváró mellett belefér. Ez azért gond, mert a, a babaváró és szabad felhasználású hitelforma, mondhatni egy állami személykölcsönt, és mégis megszabta az MNB ezt az egészet, és azt mondja, hogy gyakorlatilag rákényszerít téged arra, hogy nevelsél fel úgymond több hitelt, ne, 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 ne legyen az önerőd az önerőd ténylegesen, és egy, rákészítenek arra, hogyha figyeltél a számokra, ebbe a példában is, hogy ahelyett, hogy mondjuk te csak 6 millió forintot használnál fel a babaváróból, és, uh... 24 millió hitelt vennél fel, ehelyett rákényszerítenek arra, hogy neked 8,5 millió forint hitel kell felhasználnod, és cserébe 22,5 millió forint hitelt vesz fel. Ez azért gond, mert persze mondhatod, hogy ez hülyeség. De azért gond, és ezt látom, mert rengeteg ügyfelem van. Rengetegen jöttök hozzá hitel miatt, és fontosan problémába ütközünk, mert sajnos nagyon sokatok abban a helyzetben van, hogy egyszerűen jobban drágultak az ingatlanok, mint amennyit meg tudtatok takarítani. És a lakásvásársal kapcsolatban rengeteg költség van. És akkor még ne beszéljünk arról, hogy nem ártan egy biztonsági tartalékot, ami legalább hat havi, de inkább egy évnyi tartalék. De ezt a tartalékot fel kell pumpálni legalább 6 havi törlesztő részlete megfelelő összeggel. Ott van az illeték, amit már nem árt, ha zsebedben van. Ott van a költözés költsége, ott vannak a bútor, a konyha bútor költsége. Egy katyvaszt az egész baromisokba kerül, tehát egy lakás, ami 30 millióba kerül, az sosem csak 30 millióba kerül. És igen, éppen ezért rengetegen vannak abban az élethelyzetben, főleg akik jobban rászorulnak a pénzre, hogy igen, kénytelenek úgy gondolkozni, hogy a legjobb az lenne, hogyha 6 millió forintot kellene csak beáldozni a babaváróból ebbe a példába. Több hitelt felvesznek, amit havi szinten amúgy meg ki tudnak fizetni, mert megfelelnek a JTM szabálynak, meg minden szabálynak, és akkor így több készpénzük marad az ilyen dolgokra, mint, mint hilleték, mint, mint egyiket felsoroltam költség. Tehát ezt töröljük el. Nem is értettem az első perctől kezdve se, hogy ha felveszem a babavárót, és hogyha három hónap múlva, vagy azon túl veszem a lakást, akkor igazából nincs ez a szabály, de ha három hónapon belül akkor van, mi a különbség, vagy miért jó ez bárkinek is? Tehát, tehát mivel tudjuk ezt racionálisan indokolni? Mi három hónap múlva már meg kevésbé leszel eladósodva, vagy Vagy ezt nem értettem a, a, me, a mesterelmének a gondolkodásmódját? Ráadásul így, hogy több idő telik el úgy, hogy neked. Rákényszerítenek arra, hogy három hónappal tovább maradj az albérletedbe, az egyébként mondjuk egy 150 es albérleti díjnál plusz 450.000 forint, amit rád kényszerítettek, hogy annyival többet égesígy el, mert annyival to tovább kell ott maradnod. Ö, ez érthetetlen. Miért, miért nem nézhetsz azonnal lakást? Miért kell ez a színjáték? A másik része ennek a babaváros dolognak, hogy ha már nagyon szeretnénk segíteni a, a családokat, akkor töröljék el az állami kezességvállalásnak a díját. Ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen a babaváró ugye kamatmentes, de van mellett egy állami kezességvállalási díj, aminek, hogyha 20 évig végig korcsolás fizeted, összesen ilyen 525 ezer forint lesz a díja. Tehát ennyit kell 10 millió hitelre neked kezességvállalás miatt kifizetni, ami nem baráti. És ezt rá, ez kötelező elem. De, de miért kötelező? Ugye egyrészt az állami kezességvállalás gyakorlatilag a te pénzedből, a forintodból tudnak egyáltalán kezességet vállalni, akkor, és mindenféle JTM, meg ilyen olyan szabály miatt azért ez nagyon be van biztosítva. Akkor, akkor mi szükség van erre? Ha nagyon segíteni akarunk a családoknak, akkor például töröljék el ezt is. A, második pont az illeték. Én azt gondolom, hogy az, hogy 2020-ban ilyen ingatlanárak mellett az első lakásvásárlóknak az illetékmentes, vagy csak illeték kedvezménye az 15 millió forintig van, az szerintem botrányos. Én azt gondolom, hogy eljött az idő arra, hogy a 15 milliós keretet kitoljuk 30 millióra. Ez a realitás, sajnálom. Első lakás ásállók 35 év alatt, pipa, pipa, maradjon, tényleg érthető, hogy akkor a fiatalokat támogassuk, tehát 40 évesen már kevésbé támogassuk ezt, Ö, meg hát nyilván, hogy ez egy családvédelmi akcióterv, azt ne felejtsük el. Nyilván érted a életkori problémákat, akadályokat emeljük meg 30 millióra, és töröljük el. Tehát ne csak a fele legyen, töröljük el. Ez mit jelent? Ha veszel egy 30 millió forintos használt ingatlant, akkor az illetéked az 1,2 millió forint. Ha ezt eltörlöm, akkor 1,2 millió forintot tettem a család zsebébe. Töröljük el, és akkor ez megoldódik. Ugyanígy nyilván ez lehet képbe érzékeltetni egy új építés ingatlanáz, hogy nézzen ki. Most nem akarok nagyon belemenni az illeték szabályokba, de úgy érzem, eljött az idő, hogyha családvédelmi akciótervbe gondolkozunk, akkor ezeket lépjük meg. Nagyon fontos. Hiszen gondolj bele, hogy 1,2 millió forint. Automatikusan 12 havi kedvezményt, részletfizetési kedvezményt kaphatsz a, ugye a hatóságtól. E, mindenféle indoklásra ezeken még még lehet ott tupírozni, de általában ez a 12 havi az élő. Ha 1,2 millió forint az illeték, bocsánat, a nyakam fáj, akkor tulajdonképpen annak már zsöbetbe kéne lennie, hiszen azért egy átlagos család a havi törlesztő mellett nem, meg a gyerek mellett ugye, nem tud havonta még 100 ezer forintot minden hónap egy éven keresztül átutalni illetékgyanát. Tehát gyakorlatilag úgy kell nekifutni ennek a bulinak, hogy már ott van a zsebetbe ez a pénz. Ezzel nagyon sokat lehet segíteni, amúgy, ha már védjük a családokat. Háromas pont. A megújuló energiaforrások áfamentessége. Ilyen a napelem például. Hatalmas verseny van most ezen a piacon, ugye ez nyilván inkább a családi házasokat érinti. Ugye, család, ház. Én azt gondolom, hogy kulcsfontosságú a jövőnk szempontjából a a mindenféle a régebbi családi háznak és az energiahatékonyságának a növelése, és egyáltalán az, hogy megújuló energiaforrásból fedezze bizonyos szükségleteit. És ez túlmutat a gazdaság érveken, ez, ez társadalmi érdek, ez, 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 az életünknek egy nagyon fontos eleme, és mivel a lakástakarékpénztárakat kivezették, apropó, miért nem hozzátok vissza? Miért nem adtok rá támogatást újra? Ha, mennyivel jobb lenne, nem? Alapból hülyeség volt kivezetni ezt nem is értem, hozzátok vissza. De ha még nem hozzátok vissza, legyen mentes. Ezzel és azzal, hogy hatalmas verseny van most ebbe a szegmensbe, én azt gondolom, hogy ennek nem lenne ár emelő hatása, inkább ár leszorító hatása lenne az áfa mentesség miatt. A négyes pontunk, a csok egy gyerek után, keretet emeljük meg 600.000 forintról második millióra. A 600.000 forint nevetséges. Tehát azt azért látjuk, hogy egy gyerek is sokkal több, mint 600.000 forint. Én azt gondolom, hogy aránytalan. Tehát aránytalan az, hogy három gyerekre 10 milliót dobnak oda egy építés lakásnál. Egy gyereknél meg 600 ezeret. Emeljük meg másfél millió forintra. A két gyerekeknél használt lakásnál az 1.430 ezeret emeljük meg 3 millió forintra. De ugyanígy azt gondolom, hogy újépítés lakásnál a két gyerekes csokot 2,6 milliót, meg 5 millió forintra emeljük meg, és viszont a három gyerekes csoknál, újépítésnél a 10 milliót tartsuk meg, használt lakásnál, három gyerekesnél pedig értem a, a meg így a kereteket feljebb kell tolni. Tehát mondjuk, hogyha 3 millió forint két gyereknél a használt, akkor emeljük meg 5 millió forintra a csokot ö, használt lakásra három gyereknél. Ezek észszerű emelések. Én azt gondolom, hogy hogy a piaci árakat mindig az mozgatja, hogy a, a legfelső a top árat emeled, ha azt növeled. Mert hogyha azt növeled, a piac joggal számít arra, hogy, hogy ők akkor azokra a vevőkre fognak lőni, és nehéz helyzetbe hozzák azokat, akik ettől eltérnek, akik nem tudják a 10 milliós csokot felvenni lehetőségként. Vagy neki nincs az a lehetőségük. De hogyha meghagyom a felső keretet, ami egyébként sok, és mellé egy kicsit konszolidálom az, az alsóbb szinteket, akkor eloszlik, és ennek nem gondolom, hogy árfe jelentős árfelverő hatása lenne, sokkal inkább mozgatná a piacot, hiszen így, olyan újabb és újabb potenciális vevőjelöltek tudnának úgymond a piacra lépni, mint akik vásárolnának és mozgatnának a piacot. Most sok volt a piac. Tehát én mindenféleképpen emelném. Ideje, ideje van ennek. Eljött az ideje. És, hogyha már csak a adható csok hitelt, az 10 millió forint, ugye ez a támogatott 300-os hitel, ezt a 10 millió forintot Megemelném 20 millió forintra, a 15 milliót meg 30 millió forintra. Egyszerűen legyünk reálisak, lássuk be, hogy Buda, Budapesten Magyarország számos régiójában, ahol nagyon magas a népsűrűség, ahol ezek a divatos körzetek, ugye a lakosság kicsit átrendeződik, urbanizálódik. Tehát ezt nekünk, ezt kell figyelembe venni, tehát a, a célingatlan nem egy alföldi viskó lesz, egy zsákfaluba, hanem nyilván, mondjuk egy debrecenni lakás hihetetlen nőttek az árak, és, és a, ezeknek a támogatásoknak, ha már támogatunk, ehhez igazodnia kell. Éppen ezért én azt gondolom, meg kéne emelni ezeket a hitelösszegeket. Ez miért jó? Egyrészt, hogyha azt számolom, hogy mondjuk egy 3,58% mondjuk az átlagos kamat ebbe a szegmensbe a 10 millió forintra, akkor az, hogy te 10 millióról 20 millióra emeled meg a 3%-os támogatott kamatozású hiteledet, akkor azzal legalább 700 forint kamat kedvezményt, további kamat kedvezményt nyújtasz, nyújt az állam a igénylőknek. 15 milliónál ez ilyen 1,2-1,3 millió forint a 20 év alatt, 20 évre néztem meg. És ez a különbség ez tovább nőhet, hogyha a piaci hitelnél, hisz itt most azt számoltam, hogyha teket kell 20 millió forint, de 10 millió csak az állami támogatott hitel, akkor kell 10 millió piaci hitel. Ha 15 millió a támogatott hitel, de 30 millió hitel kéne, akkor kell 15 millió ö, piaci hitel. Tehát ebben a szegmensben a piaci hitel meg mindig 10 évig fix általában. Számoljuk be azt, mi van, ha tíz év múlva nem 3,58% lesz a kamat, hanem mondjuk 4,5%. -5. Akkor még nagyobb, még nagyobb lesz az a támogatás, amit az állam ezzel nyújt a családoknak. Ráadásul, mi, hogy ez nem azonnali egyösszegű támogatás, hanem ez évről évre terheli a költségvetést, ezt azért szépen el lehet könyvelgetni, én azt, azt, látom, azt gondolom, és így eloszlik. Tehát nem hirtelen egy nagy, nagy sokkot kap a költségvetés, hanem... hanem eloszlik, és nyilván célzottan tudják azoknak a családoknak adni ezt a pénzt, akiknek szánják ezt a pénzt. Ez, ez nagyon fontos. Tehát itt akár ilyen 1,2-3 milliót is tudunk, simás porról megemék a keretet. De ugye itt lesz egy díj, díj, közjegyzői díjkedvezmény is, ez kb. 30-40-50 ezer forint, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy a közjegyzőnek egy szerződést kell, vagy kettőt. Hiszen ne felejtsük el, hogy amikor nekem mondjuk kell 30 millió forint, mondjuk ott van a csok 10, meg még akkor van babaváró 10, és akkor mondjuk nekem még kell 30 millió forint hitel, és abból 15 millió lehet a csok hitel, akkor kell 15 millió piac hitel, az már kettő, tulajdonképpen három szerződés ma a csok, a, és a közjegyzői okirat, ugye a csok, csok hitel, piaci hitel. És ez nyilván többlet munkadíjat is jelent, ezeken bagat eltételek egy ilyen ügyletnél, de mégis 30-45 ezer font különbséget jelentett hát előnyt a hitelfelvevőnek. Ráadásul később, hogyha kizárt, kifizetné hamarabb a hitelt, nem mindegy, hogy egy hitelre fizeted a hitelzárlati díjadat, vagy kettő hitelre, tehát itt a bizonyos költségek, mint fősítási talék, amit éket elengednek, de hogyha x éven belül betörlesztesz legalább 50%-ot, akkor visszakérik. Hát nem mindegy, hogy ez egy szerződésre van, vagy két szerződésre van. Nyilván ugye itt azért van százalékos értékek is vannak, ott mondjuk tök mindegy, de, de azért valljuk be, hogy sokkal egyszerűbb lenne sokak élete, hogyha egyáltalán a hitel részét egy ilyen ügyletnek egy szerződéssel, egy államnak támogatott szerződéssel el tudnák intézni, és nem kéne külön még ott kilincselni a, a piaci hitel miatt is. Hatos pont. Hogyha már látom, már kezd tetszeni a dolog, akkor ez nagyon fog. A családi pótlékot emeljük fel. Tehát a, most én a hagyományosat néztem, a 12.200 forintot egy gyerekre, emeljük fel 20.000 forintra. Most gondolom hassa esté, hogy úristen. Szeretnélek emlékeztetni belne ték titeket, titeket arról, 2006-ban a családi pótlék 11.000 forint volt. 2008-ban lett 12200, és az elmúlt 12 évben nem emeltek a családi pótléknak ezen a részén. Van, amiben emeltek, de ebbe nem. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy évről évre csökkent a családi pótlék, hiszen névlegesen ugyanannyit kaptál, de mivel hogy a pénzünk romlik, ezért értem romlott a családi pótlék összege. Ha én 3 inflációval számolok, 2008-hoz viszonyítva a 2008-as 12.200 forint az olyan, mintha ma 16.597 forintot kapnánk. Ugye ez pont köztes a 20 meg a 12 között. De ez nem történt meg. Tehát ez még ez a, a, a nagyon, nagyon óvatos számítás, és azt jelenti, hogy a csádi pótlék 2020 ba 2008-hoz képest 26,5%-kal csökkent jelen értéken. Ez botrányos szerintem. Miközben minden nő? Tehát én azt gondolom, hogy a családvédelmi akciótervnek a első pontjának ennek kéne lennie. Hiszen ez az, ami leginkább gyerekhez köthető, tényleges gyerekhez, gyerekneveléshez. Ez az, ami segítséget nyújt leginkább abban, hogy ha mész pelenkát venni, akkor ott van az a plusz pénz, ami nem fedezi a pelenkát, de egy részét. Tehát ha már két hétig vagy egy hétig fedezi, hatalmas segítség. Én azt gondolom, hogy ezt át kell értékelni. Hetes pont a gyermekek és a szülők számára OEP által támogatott ingyenes COVID szűrést biztosítanék havonta egyszer a vírushelyzet alatt. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ingyen a szűrést el lehetne végezni, mindenféle gyanú nélkül is, és gyakorlatilag minél egyszerűbben, hogy nem tudom, hogy most milyen szűrések vannak, de ez minél hatékonyabb, minél egyszerűbben. Illetve, hogyha lesz vakcina, akkor azt OEP által támogatva a szülők és a gyerekek kedvezményesen kapják. Persze, most te, mint egyedülálló, ha egyedülálló vagy, hüledezhetsz már megint, hogy hát hogy én fizetem én is az adót, meg, meg mi ez az egész, meg hogy ők miért. Elmondom neked, hogy ez társadalmi érdek. Nem vagyok vírusszakértő. Nem vagyok járványügyis. Mondjuk elég sorozatot láttam ahhoz, hogy kb. lehetnék is, jó, ez volt a vicc része. De, és amennyiben. A társadalom érdeke, hiszen gondoljál bele, ha te egyedülálló vagy, te egy időben egy helyen tudsz lenni. Egy öt család egy időben öt helyen tud lenni. Tehát elvileg ötször több kontaktot tudnak ők begyűjteni, sőt, <coughs> bocsánat, a gyerekek még több kontaktot, hiszen egyértelmű, hogy az iskolába adják át a gyerekek egymásnak a vírust, vagy legalábbis az egy nagyon veszélyes dolog, hiszen egy egy kisiskolás nem fogja másfél métert tartani. Még mondjuk egy felnőtt azért felkapja a maszkot, ugye? Még egy felnőtt azért mindenkitől óvatoskodik, a gyerekek játszanak, kontaktálnak, és ugye a gyerek el, elkapja a másiktól, hazaviszi, ráragasztja az agyára, apára, apa beviszi a munkahelyre, és ott még meg neked adja. Tehát azt gondolom, hogy, hogy pontosan. Ezt kell, és ezt lehetne azzal megakadályozni, hogyha nem, nem csak utólag uh, eszmélnénk fel, amikor mellettük késő, hanem tényleg rendszeres, ingyenes szűréssel biztosítani azt, hogy tényleg minél kisebb esélye legyen annak, hogy egy vírusos, víru, egy megfertőződött gyerek az bekerül a társaságba, és tovább fog fertőzni. Uh, és egyébként itt jegyezném meg pluszba, ezt nem írtam fel a listámra, hogy valamilyen formában én azt gondolom, hogy családvédelmi akcióterv keretében az államnak ösztönzőket, támogatás, vagy szabályokat kellene felállítani arra az esetre, hogyha az alkalmazott szülő kénytelen hazavonulni a gyerekéhez, ugyanis ma már az iskolából, ha kettőt köhint a gyerek, hazaküldik. Haza kell küldeniük, mert egyszerűen félő, hogy lehet, hogy elkapta. Ugyanígy, ha hőemelkedése van, és hát nyilván itt időszakos betegségek is vannak, jön az influenza, lehet, hogy influenzás nem is covidos. Jó, egyébként influenzás is menjen haza, bocsánat, most baromságot beszélek. De mit tudom -e? lehet, hogy csak az köhint, én köhögök, mert egyszer a, a torkom száraz. Ne, nem vagyok covidos, de, de így bele köhögök. Sajnos ez nem ilyen időszakos dolog. A, és évek óta fedem. De engem is hazaküldenének, és akkor anyukámnak is haza kéne, hogyha gyerek lennék, vonulnia, nem tud dolgozni. Nyilván a családoknak hatalmas kiesés, hogyha a fizetett, vagy fizetés nélkül szabadságra vonul anyuka, vagy táppénzre vonul, ez mind-mind kiesés. Ezt meg kéne oldani valahogyan szerintem, és kezelni. És milyen kulpa, hogyha egyébként kezelik, csak én ezt, engem ez elkerült. Ö, aztán az utolsó pont, ugye itt az az autó dolog, ez a nagy családosok személyes autótámogatásának az átalakítását javasolnám mindenféleképpen. Jelenleg hogy néz ki a dolog? Ha új autót, maximum szalonautót veszel, azt hiszem pár ezer kilométer, ötezer kilométer, azt hiszem a határ, akkor a vételáraból 2,5 és fél millió forintot az állam kifizet, de ennek van egy felső határa ugye autó szintjén, elektromos autón, vagy most elektromos autón el van egyébként, tehát ott akár 5 milliót is egy 7 elektromos autóval létezik ilyen? Be tudnál zsebelni. De minket is érinteni fog. Érint, mert mi két gyerek van, szeretnék még egy harmadikat. A 7 személyes autót nyilván nézegetem már, mert most én akarok venni, azért meg, fog, meg, erősen gondolkozom. És, és arra jutok tulajdonképpen, hogy egyszerűen nem, annyival drágább, nem éri meg vadonatúj hétszemélyes autót venni, ha az nem egy Dacia. Tehát, hogy konkrétan, hogyha itt egy akarsz venni egy Sanyong Rexton, mondjuk az egy hétszemélyes, egyrészt szívás, mert roha sokat fogyaszt, mármint hát nyilván nagyobb autó, többet fogyaszt, ugye ez a hétköznapokban azért ez nagyon drága tud lenni, nem, nem, nem biztos, hogy megéri a csomagtartó azt a felárat, hogy ennyivel nagyobb a csomagtartó, ugye a plusz két ülés miatt, mert akkor igen, felraksz egy doboz, ezért, utazó bizbást, és akkor 400-500 literrel bővíted a hordó, szállító kapacitásokat, hogyha mentek nyaralni, meg kb. akkor nyomjátok csak tele a csomagtartót. <coughs> Tehát az, amikor egy hétköznapi, mit tudom én, elmentek kirándulni, azért annyira nem nyomjátok. Bár a babakocsi az durva tud lenni. Na mindegy. Szóval most vesz egy, mit egy vagy egy korándót. Még egy korándóba is elvileg, most mi azt mértük, hogy lehet, hogy elfér a három gyerekülés egymás mellett, most vettünk egy újabbat a kicsinek, mert már kellett, és akkor ez konkrétan itt az Opel Asztrába is képzétek el, három gyerekülés egymás mellé tettem, mert a nagyszülők is vettek, és úgy most volt konkrét a három, rá tudtam csukni az ajtót így egymás mellé a háromra. 25 kilós, 0 25 kilós gyerekülésekről beszélünk, ugye egy a kapacitásba. Rá tudtam csukni. Tehát elvileg, hogy a korándó a szélesebb, amit nézegettem, elvileg mi működhet is. A matek nyilván szépen, ki kell ott matekoznunk. Akkor miért vennék hét személyeset? Tehát, csak hogy ilyesmi. Mondjuk én feszek egy fullos korándót 7,5 millióért. Ha most egy rexton nézek, ami tényleg sokkal nagyobb, sokkal többet fogyaszt. Szerintem nem is néz ki annyira jól. veszek egy ilyet. Az mondjuk az alap, két modell van, az alap az azt hiszem fél millió, vagy valami ilyesmi. 11, és akkor van a másik modell, amiben vannak azok a dolgok, amik engem érdekelnek, az meg ilyen 13 körül volt. Most ne tűjéseket ma a felsőt, tudom, hogy elszörnyedtem, és inkább akasztam, nem. Most abból levonod a két és fél milliót, az még mindig majdnem 10 millió forintnál vagy, és ez minden modell, ezen az ez, ez, kb. ez. És akkor azok gondolkozom, hogy oké, 10 millió, de akkor miért vegyél te 10 millióért új autót, ha mondjuk vesz egy ugyanolyan modellt, ha elérhető, most nyilván ez most pont nem elérhető a Rexton, két éves verzióba, ez a felszereltséggel, ez a, ezzel a platformmal, uh, mondjuk megveszed 7 millióért. Most mondtam egy példát. Érted? még a támogatásra együtt sem éri meg feltétlenül. Én azt gondolom, hogy, ez, hogy ezt egy kicsit a, az átlagemberek pénztárcájához kéne igazítani, mert, mert nyilván, aki kivágja a 10-12 millió forintot, az nem, biztos, hogy megvé... az nem biztos, hogy védelemre szorul, szerintem. Uh, tehát itt lehet, hogy egy kicsit azba kéne gondolkodni, hogy, hogy, uh, hogy nyilván egy családnak legyen családi autója, és ebbe segítsük őket, és én inkább egy olyan köztes megoldást elképzelni, hogy 50 ezer kilométeres határral érhető el ez a támogatás, és maximum három éves autóra lehet igaz, tehát, hogy vonjuk be a támogatás körébe a használt autókat is. Nyilván itt akkor lehet, hogy a nem magánszemélyek között, hanem akkor csak kereskedő által vásárolt. Nyilván ott akkor lenne ügyeskedés, de akkor lehet egy hatósági árat szabni, hogy a, a vétel, tehát a, amennyire a kereskedő megveszi igazoltan a használt autót a, a user-től, attól x százalékkal térhet el árban, amikor továbbítja egy ilyen családnak. Tehát ez azért lehet szépen. Beskatujázni, hogy ne az legyen, hogy a kereskedő zsebre teszi a támogatást. Bizonyos szabályok a biztos, hogy ezt meg lehet oldani. Tehát, hogy én kiterjeszteném használt autókra is ezt a támogatást, és megszabnék egy megszabnék egy kort és egy, egy kilométer. És hogy ezt a kettőt így, így látjuk, akkor azért már is le lehet csökkenteni, és lehet, hogy mondjuk a találunk 7 millió van autót, viszont több patent, még 8 évig kb., vagy 5 évig, vagy 6 évig, tehát segítség a családnak, 7 személyes, és lehet, hogy akkor mondjuk nem 10 millió támogatással együtt, hanem mit tudom én, 5 millió. És akkor most megint nem a Dácsiáról beszéltem. És akkor megint van, lett -e lehetőség. Szóval nekem ez volt az a nyolc pontom, amiben egy hirtelen gondolkodtam. Én az, azt gondolom az egészről, hogy hogy nem ezek a látványintézkedések segítenek igazán, hogy, a, ugye, hogy a, az áfát a család visszigényelheti. Ez is milyen segítség? Vagy persze nyilván segítség annak, hogyha van pénzed. Ö, mert ugye eljut, tehát az áfa az, áf előbb meg kell fizetned, és csak nem tudod visszigényelni. Tehát ott kellene lenni a zsebedben ennek a pénznek, hogy aztán visszakapjad. Persze jó lesz, mert majd ebből lehet az illetéket fizetni. Ö, tehát tehát fizet, ennyi. Amit visszakapsz, illet, az, abba, vagy áfát, abból fizet az illetéket. Ez az. Vagy, vagy mit tudom, én veszel mondjuk egy tárolót, és akkor, vagy egy garást, épp ki, hogy merre, meddig, és akkor ez az. Bár hozzá teszem, hogy kb. egyébként ennyi, ezt be fogják szívbaj nélkül építeni az árakba, erre tessék felkészülni. <coughs> Pontosan fogják tudni, hogy akkor lehet rápakolni, hiszen ennyivel több a kerete a vevőnek. Én azt gondolom, hogy ezek a látható intézkedések az, hogy most hogy a csoknak a 10 millióját most felemeljük 15-re, 20-ra, Figyelj, ezt baromi jól hangzik, csak a piac ugyanazt fogja csinálni, mint eddig, be fogja árazni. De az is tény, hogy állami támogatások nélkül sajnos nagyon sok családnak ö, nem lenne lehetősége lakást lenni, és én itt önkritikát fogok gyakorolni. Figyelj, mert rohatni ritka ez a Youtube-on, én sem vagyok tökéletes, és ö, én ezt mindig elmondtam, és Patreon csatornámon, link alul, is elmondtam többször, hogy a csok és a állami támogatás nélkül, mi se tudtunk volna abban az élethelyzetben új lakást venni, amilyen élethelyzetben abban a percben voltunk. Még hozzáteszem, hogy én bőven átlag felett keresek amúgy bőven, és akkor is bőven, de nem tudtam volna hirtelen előrántani annyi pénzt, hogy, hogy, hogy ezt mi meg tudjuk ugorni. Ö tehát ez volt az én ön, ön kritikám, és talán ez, ettől leszek én is hiteles, hogy, hogy nyilván valami kell, mert bizonyos támogatás nélkül egyszerűen, mint a, az, mindig az önerő a lényeg, hogy van egyet, tehát, be, tehát van -e annyi zseton a zsebedbe, így vagy úgy, hogy be tudj lépni a rulettasztalhoz, hogy, hogy a játékba kerüljél. Nyilván értem így a állam törekvését, hogy játékba akarja hozni a fiatalokat, a fiatal családokat, hogy ne az otthon otthonteremtésnek a hiánya legyen a probléma gyerekvállalásnál. Ez pipa, de hogyha ha, ha folyamatosan emelem a tétet, és mindig a leglátensabb dolgot emelek, azzal csak azt érem el, hogy egyre távolabb kerül a cél, nagyon sok más embertől, aki nem akar három gyereket, az mind szív, mert az árak így emelkednek és emelkednek. De közben nem tudnak annyit megtakarítani az emberek, amennyivel emelkednek, és, és ördögi kör az egész. Tehát úgy kell kitalálni az ösztönzőket, hogy minél kevesebb lehetősége legyen a piacnak ezeket beépíteni. Ezért gondolom ezeket a szabályokat, a, ezeket a tippeket, amiket én most itt írtam. És igen, mondhatod, hogy de Norbit is meg akarod emelni a csok egy meg két gyerekre, de annak ideje van, és a, az árak a csok tízhez igazodtak inkább. Nem mondom, hogy használt lakásnál, ha három gyerekes, 5 millióra emelkedne a, csok, nem lenne valamilyen árfelverő hatása, mert lehet, hogy ott egy pici lenne, de, de nem akkora, hidd el nekem, hogy nem akkor, mint hogy azt mondanánk, hogy 10 millióra jogosultak. Na, írd meg kommentbe, hogy te mit gondolsz, lájkold, ha tetszett a videó, oszd meg másokkal is, hogy lássák ezt a csatornát, ha gondolod, akkor gyere IFL Facebook csoportba, IFL online pénzügyi közösség, trollmentes környezetben tudunk pénzügyekről, csomó hasznos infót megosztani egymással, ha tudok neked egyébként kedvezményes kamatokkal jelzel segíteni, vagy babaváróba, e-mailt írjál, és akkor megnézzük, hogy hogy mit tudunk kihozni egymásból. Addig is szép napot kívánok, sziasztok!